Elhúztak, kedves vaperek, ameddig a föld kerek, mindig leszünk, és hát azért is volt olyan régen már aromatesztelős videó itt a Gözlérparaszton, mert körbeutaztam a világot, jártam a dél-amerikai kontinensen, Dél-Kelet-Ázsiában, és még a Karib térségbe is eljutottam, de mielőtt elkezdenétek rettentő módon irigykedni és várnátok a mindenféle tengerparti pancsolós bejátszókat, nem, sajnos nem utaztam a valóságban, viszont utaztam ezeknek a fantasztikus kanadai aromáknak a segítségével. Tényleg az egész világot sikerült beutaznom. A PGVG Labs az egy nagyon híres gyártó, és most az Aroma Paradise jó voltából eljutottak ide hozzánk is. Én most jelenleg 5 aromát vásároltam meg tőlük, azért mert a desszert ízek felé pontosan ők voltak, akik korábban elvittek engem, ezért egyre inkább kezdem megkedvelni a desszert finomságokat, persze csak akkor, hogyha dohánnyal jó alaposan vannak keverve, vagy ha a dohányos alap nagyon jellegzetes, az ilyen öncélú desszert ízeket, azokat úgy most is kevésbé kedvelem. Én már elárulom nektek, hogy már túl vagyok a kóstoláson, sőt az alapos teszteléseken is, nem akarlak titeket átverni, de azért egy ilyen illatolós videót, meg úgy nagyjából bemutatni ezeket a termékeket, azt azért most is csinálok, hogy lesz egy ilyen része most is ennek a bemutatónak. Szóval a PGVG Labsről azt kell még tudni, hogy 250 üzletük van szerte a világon, amelyeket ők tartanak fent, és ezen kívül rengeteg és rengeteg helyre szállítanak be, mert a felhasználók, a vaperek nagyon szeretik az ő gyümölcsös ízeiket, és abban is nagyon erősek, de hát a Gözlérparaszton mi mást lehetne itt inkább ezzel kapcsolatban nézni, mint ugye a dohányos alapú desszert ízeket, és ebből is van 5 féle ugye a terítéken, amelyekkel érdemes mindenképpen megismerkedni. Amit tudni kell még ezekről a 30 ml-es kis flaskákról, hogy ebben bizony, kérlek szépen, aroma van. Ha nem is töményen, de aroma van, PG-ben oldott aroma, amelyet 15-20%-ba javasolnak bekeverni. Ez azt jelenti, hogyha veszitek ennek az árát, ami egy kicsivel több, mint 3000 forint, hogyha úgy számoljátok, hogy mondjuk 10%-os aromákkal szoktatok keverni, akkor azt jelenti, hogy ugye a dupláját kell venni ennek. Tehát, hogyha 20%-ban kevertek, ami már mindenképpen jó ezeknél az aromáknál, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül mondjuk 15 ml-nyi 10%-os aromának felel meg ugye ez a történet. Így kimondhatjuk, hogy egy gazdaságos aromáról van szó, tehát 3200 forint, körülbelül 3190 most akciósan pontosan ez az aroma, 30 ml van belőle, és ebből jó sokat ki fogsz tudni keverni a jövőben magadnak, úgyhogy nem lesz vele gond, tehát 20%-os aromákról van szó. Elsőként akkor utazzunk az én egyik kedvenc országomba, Peruba, a Nazca vonalak hazájába, az Inkák birodalmába, ahol csupa rejtély minden, és a kanadai, milyen fantáziát alkottak, ők nem csak egyszerűen összekeverik az aromákat, kedves csatornalakok, hanem ők új ízeket alkotnak, tehát ez nem csak egy ilyen aromapancsoló gyár a PGVG Labs ott Kanadában, hanem ami nagyon különleges saját történetek hozták meg számukra a világhírt. Na, szóval Peru fővárosa Lima, és Limának egy ilyen nagyon krémes, nagyon lágy, de azért eléggé karakteres, dohányos történetet adtak. Ez egy abszolút kedvenc lett nálam, tehát ezt nagyon, nagyon megszerettem. Kolumbia fővárosába utazunk, és hát ugye a Kolumbiáról mi jut eszetek be? Drogkartel, tudtam, persze, igen, gratulálok. Ügyes volt, hogy rávágtad rögtön. Nem, hát a kávé. Persze, hogy a kávé, de ne legyen tolakodó. Tehát ezt nagyon lehet szeretni a Tribacos aromákban, hogy már szagról is érződik, hogy van ott egy kis kávésság, de nem tolakszik. Viszont amit a legtöbb Tribacosnál érzek, az egy pici ilyen alkoholos feeling. Most ez nem azt jelenti, hogy alkohol van benne, biztos nincs benne alkohol, ne ijedjetek meg, hanem olyan, mint ezek a finom alkoholos desszertlikőr. Mint egy ilyen kávés krémlikőr. Egy ilyen nagyon exkluzív, nagyon finom. Tehát érzek egy kicsit olyat, mint hogyha amikor a likőrbe belekortyolsz egy olyan fajta dolog, másik nagy kedvenc lett a Bogota. Aztán, amire nagyon vártam, mert ugyabban nagyon szeretem a havanna ízeket, Kubába utazunk, a Karib térségbe, hát ez már egy sokkal szárazabb élmény, de még itt is érzem az illaton ezt a finom alkoholosságot, ez
nagyon kellemessé teszi egyébként a tribakkosz aromákat bekeverve is. Aztán Manila és a Fülöp-szigetek. Hát ott se jártam még. De ami késik, nem jön túl korán. Na, ez egy kevésbé erős illatú aroma, de azért egy valamit lehet benne érezni, finoman háttérben a vaníliát, mert ez egy Manila. Valahogy így okoskodtak ott Kanadában. Ez egy vaníliás cucc, finom egyébként. És akkor az utolsó, amit ma be fogunk majd nektek mutatni, vagy már most be is mutatjuk, ez pedig a Jakarta. Jakarta, Indonézia fővárosa. És hát ezzel bizony én MTL-ben nem sok mindent tudok kezdeni. Annak ellenére, hogy nagyon izgalmas dohány íz van, és dohány illat is van ugye az üvegből, kicsit olyan American Tobacco jellegű finomság sejlik itt föl, kis szúrós szagú történet, de hát ebbe bizony mentát raktak, és én olyan nehezen viselem el a mentát MTL-be. Hát most bekevertem, de nem érzek semmi más, csak a menta ízét, úgyhogy ezt majd DL-ben fogom kipróbálgatni, de azért most még teszek még egyszer egy próbát felé egy MTL-ben is. Egész nap biztos nem tudnám elszívni. Fogjuk a kis dripper kazánunkat, elkezdjük természetesen minden egyes tekerés előtt újra vattázni. Egyébként a Mulan RDTA-t választottam ma, üres tankkal természetesen a teszthez, és azt fogjuk csinálni, hogy szépen mind az öt ízt egyesével végigkóstoljuk, és akkor már az ízekről is próbálok valami bővebb információt adni nektek. Aztán mindent előkészítettem a teszteléshez, és ami a legfontosabb, mert ugye tisztaság, fél, egészség, mindenképpen elmossuk a drippert előtte, és újra vattázzuk. Hát meg is érett már a vattázásra ez a kis Mulan. Eléggé csuvás volt ez a nagy büdös helyzet. A tartályt is úgy elmosogatjuk egy picit, hogy a korábbi ízek azok kiázzanak belőle. Szóval elsőként akkor a limával fogunk itten előjönni, előjáróba. Ezzel csöpögtetjük be ezt a szép új tekerést, de mondom, minden egyes alkalommal új vatta kerül a tekerésbe, hogy érezni lehessen az igazi ízeit a finom tribakos desszert cuccnak. Nagyon szeretem továbbra is egyébként a Mulan RDTA-t. Nem kell neki nagyon oda pörkölni, vissza is veszek itt most a Paranormálon 14 watton futott. Jobban, szerintem 11 watton fogjuk megereszteni ezt a közel egy ohmos tekerést. Csak úgy mondom, hogy ha, ja és Klepton, Nikkel 80 Klepton tekerés. Sokan jöttök azzal, hogy az az aroma, amit én mondjuk kedvelek, az nem jön elő nálatok az az íz, amiről én beszéltem. Hát egyrészt különböző ízlésűek vagyunk, másrészt pedig tényleg minőségi aromákhoz, bocsánat, de minél jobb kazánok szükségeltetnek, minél ízvadászabb kazánok szükségeltetnek, ezért is jók a dripperek, vagy a dvarvók, a kaifun, a tájfun, a Brünnhilda, amit nagyon megszerettem az utóbbi időben, és még hosszan lehetne sorolni azoknak a ízvadász MTL kazánoknak a neveit, amelyek tényleg alkalmasak arra, hogy remekül megérezzük az igazi ízét az aromáknak. Egyébként nekem a Berserker és a Hutulu továbbra is a kedvenc, ez is egy Hutulu kazán, a Mulan RDTA, úgyhogy, de most csak a dripper tulajdonságait használjuk ki, és akkor elsőként a perui ízek jönnek limából. Már azt írják, hogy egy karakteres dohányon ül a süteményesség, krémesség. Én inkább csak a krémességet érzem, megmondom őszintén. Ez nekem egy süteményesebb dolog. Sokkal jobban előtérben van itt a sütemény, mint a dohány, vagy nagyjából úgy egyenlőségben vannak egymással.
határozottan ilyen habos, valami fehér krémre hasonlít ez az íz, ilyen torta, perui torta. Érdekes, hogy azért itt a limánál is érzek valami pici, enyhén ilyen alkoholosságot, tehát nem durva a dolog, de olyan, hogy egy picit van benne ilyen valami alkoholszerűség. De határozottan finom. Az újra vattázás és újra nedvesítés után a Bogotával fogjuk folytatni, ugye, amitől egy kicsit féltem, mert a kávét én sokáig nem szerettem szívogatni, de aztán DL-be végül is eléggé kellemesnek ítéltem meg. A Nitro's Cold Brew sorozatáról láthattatok itt egy videót is, amelyek ugye alapvetően kávés ízek, és mondjuk talán a macchiato kivételével mindegyik nagy kedvenc lett számomra. De hát kávét azt úgy nem nagyon szeretnék MTL-be szívogatni, tehát a Nitro's Cold Brew-t is mindig DL-ből tolom. Hát megnéz, elég szűk ez a levegőjük. Még talán kicsit húzunk rajta. Na, ez mondjuk az Mulán RDTL-nek egy ilyen kevésbé jó tulajdonsága, hogy nehéz rajta levegőzést állítani, de legalább lehet. Mert ugye vannak olyan kazánok, ahol nem vagy, csak nehézkesen lehet levegőzést állítani. Szóval Bogota, Kolumbia, drogkartelek. És itt most gyönyörű ízek, tehát egyébként látható is, hogy rendesen fogyott az elmúlt tesztidőszakban ez az aroma is. Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, én nem érzem a kávét. Tényleg igaz az, amit írnak az Aroma Paradise oldalán is, hogy nem lehet kiérezni a kávét belőle, nem olyan durva a cucc. Kicsit édeskésebb, nem. Az előző is, a lima is nagyon édeskés volt, de ez olyan virágosabb történet. Talán az egyik legösszetettebb aromája a tribakos dohányosoknak ez a Bogota. Szeretem az olyan aromákat, ugye a dohányos szcénában, amiről nem lehet megmondani, hogy pontosan mi ez. Tehát, hogy igazából úgy sejtésed sincs, hogy hát valami dohányos, mint annó volt a Boba's Bounty, hogy úgy sok összetevős, nem lehet megmondani, egy új ízt hoznak létre, a Bogotánál ez sikerült a Tribakosznak. Nagyon parfümös, ez a jó szó, ezt kerestem, olyan parfümös ez a Bogota egy kicsit, tehát nekem az jön le. Nem érzem sem a dohány, sem a kávét tolakodónak benne, tehát hiába írták ide, hogy ez egy kávés dolog, nem. És ebben az alkoholos, likőrös fennhang is olyan visszafogottabb. A Bogota az egy jól eltalált íz. Szerintem ez például lehet még egy ilyen inkább dohányosokat szerető ember számára is egy ilyen egésznapos likvid. Hát a Havannából ugye régebben rossz tapasztalataim voltak, nem igazán szerettem a sok-sok Havannát, amíg meg nem kóstoltam a Black Note-nak a Havannáját, ami igazi szerelem lett, és aztán persze a Drake's-nek a Havannáját is nagyon megkedveltem. Hát most nézzük, hogy mit tud a PGVG Labs ezen a téren, a Bakozba, a Havanna hogyan sikerült. Ugye itt nagyon nem írják azt, hogy bármiféle desszert jelleget kölcsönöznének ennek a dolognak. Itt ugye szivarról van szó, miről másról is, hogyha már Kubában járunk. Konyakról. Hiszen mivel jó egy szivar? Konyakkal. Gyerekek, nem kell megvenni a méregdrága kubai szivart, nem kell megvenni a méregdrága Hennessy konyakot. Itt van, együtt, tessék, all you want.
Aha. Tényleg van, nem tudok mit mondani erre, én lehet, hogy már nagyon régen csaptam szét magamat, de itt érzem az alkoholnak az ízét rettentő módon. Olyan, tehát az alkoholos aromák jönnek ki, tehát azok a finom fennhangok, amit egy jó konyakból, viszkiből, likőrből, stb. Úgy érzel, amikor iszod ezeket, vagy egy jó koktélnál. És hiába próbáltak itt ugye egy szivaros ízt előállítani, ez is egy desszert íz, tehát ilyen süteményes jellegű a Havanna is. Határozottan finom, ez is ugye az elmúlt hetekben elég rendesen elfogyott, még így aggódtam is, hogy úristen, mikor lesz idő megcsinálni a tesztvideót, marad-e még belőle, mert fogyogatott rendesen a Havanna. Kipróbáltam egyébként a Brünnhildából is, a Kaifumból is, futott ez még ebben a szerencsétlen Spikában is, amiről nem merek egyelőre videót készíteni, mert annyira szűk a levegőzése, hogy jelenleg nem tudom megépíteni rendesen. Szóval sokféle MTL kazánból kipróbáltam, mindegyikben nagyon finom volt, és én a desszertízektől mindig úgy félek, hogy ilyen tolakodó lesz, és egy idő után tudja, amikor olyan sok csokit, meg már tortát eszem, már nem kívánod, hogy ugyanez nálam a vépnél is előfordul, hogy jó, köszönöm, már most már nem kérek belőle többet. Hál' Istennek a tribakkoszoknál ez annyira nem jellemző. Van egy kicsit olyan, inkább olyan zöldfűszeres jellege is van. Tehát ez azért a sósabb ízek, a dohányosabb ízek felé jobban közelít. De mondom azért, ez a szivar mellett ez az alkoholos történet is nagyon erős a Havannában. Finom, határozottan kellemes, tipikus MTL cucc. És akkor most jön a Manila! Utazunk, kérlek szépen, a Fülöp-szigetekre. Nagyon szeretnék eljutni a Fülöp-szigetekre egyébként, mert ebben a koronavírusos időszakban nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet. Bár már itthon is van, úgyhogy mindegy. Megmondom őszintén, ettől féltem a legjobban. Mert a vaníliát valahogy nem komálom, nem tudok ezzel mit kezdeni. Idegesít a vépben a vanília. Nem érzem. Inkább valamiféle olyan borsmentás, rágógumis dolgok jönnek elő, pedig esküszöm, hogy nem kevertem be még a Jakartát, és hát még közel se voltam hozzá. Nagyon jellegzetes fűszeres íze van ennek a manilának. Édeskés, de nem durván édeskés. Ez is nagyon finom. Tehát egyszer nem tudok róla rosszat mondani, mert ott van a szeren. Viszont azért egy dolgot hadd jegyezzek meg, finomak ezek a PGVG lepszes cuccok, de azért nincs az a hihetetlen nagy ilyen élmény, egyszerűen minőség. Azt hiszem, hogy ez a legjobb, amit így ilyen konklúziós kritikaként az összes tribakosz dohányos desszert aromára el tudok mondani. Baromi jó minőséget veszel, nincs benne semmi hivalkódó, nincs benne semmilyen extrém különlegesség. Tehát ez a szolidabb, visszafogott embereknek való, nem olyanoknak, mint én. Most egyébként ez ízlik a legjobban, így a dripperes tesztből. Nagyjából ebből is azért rendesen fogyott az elmúlt időszakban. Amiből nagyon sokkor az az utolsó, a Jakarta, a mentás. Jól beértek
Azért egy pár nap érési idő ezeknek is kell, javaslat szerint, de olyan 2-3 hét után ezek is kiteljesednek, tehát megmondom őszintén, ezeket már legalább egy hónapja bekevertem, tehát elég hosszú időt álltak nálam. És talán ennek változott, a manilának változott a legtöbbet az íze az érési folyamat alatt. Erre úgy emlékeztem, hogy ez olyan középszerű volt nálam, és most abszolút egy ilyen, vagy a mai hangulatom az illik, tehát ezek ilyen tényleg ízlesek és pofolok. Van benne valami keleties fűszer, arra próbálok rájönni. Talán szegfű, szeg vagy csillagárnyis, vagy valami ilyesmit, mintha éreznék benne, de csak úgy finoman, halkan. És akkor végül a mentás ízek kedvelői figyeljenek, de rettentő módon, mert itt van bekeverve, és a friss vattán a Jakarta. Jakarta, Indonézia fővárosa. Biztos ott is nagyon szép az élet, ott se jártam még. Remélem egyszer elvisztek majd. Egy mentás cuccról van szó, amit állítólag nagyon karakteres dohányra kevertek, de én azért azt javaslom, hogy ezt inkább BL-be próbálgassátok. Adok is hozzá most nagy levegőzést, de mivel most ez 12-es alapon van, nem biztos, hogy én megpróbálkoznék az egyből tüdőre szívással, meg ebből a kazánból nem is érdemes ezzel játszani. Hát ezt nagyon mentázták. Most van egy kis arcüreggyulladásom, úgyhogy jól esik. Az első beszívásnál érezhető valami dohányos történet, de utána nekem mindent elborít a menta. Tüdőre is kellemes venni, tehát ilyen határozottan érződik az a kellemes hűsítő hatása. Egyértelműen erőteljes, és hát most mondjam meg, hogy fodormenta, borsmenta vagy kecskementa, nem tudom, ebben nem vagyok jó, de talán ez inkább fodormenta. Van azért egy kis dohány mögötte, na kibújik így már, a sokadik sluknál azért érezhető, hogy azért valami erőteljes dohányos alapot raktak bele, de szerintem, vagy az én ízlésemnek egy kicsit túl sok a menta, tehát te szereted az ilyen hűsítős mentás dolgokat, meg majd én is kipróbálom DL-ben, akkor ez valószínűleg ott tökéletes lesz, tehát azoknak javaslom, akik erre utaznak, vagy csak ilyet szívnak, még olyan is van, képzeljétek, olyan véper is, aki csak ilyet szív. Összegezve az itt látottakat, a Tribacosra nagyon jellemző az, hogy minőségi, igazi egyedi ízeket gyárt, és a dohányos sorozatában is a desszertízek kedvelőit próbálják kielégíteni. Amit én nagyon szerettem benne, ez a kicsit olyan koktélos, alkoholos játék ízvilág, ami többnél megjelenik erőteljesebben, többnél visszafogottabban, és ezt szerintem nagyon lehet benne szeretni. De nem érzem olyan rendkívül exkluzívnak, olyan extrémnek, olyan különlegesnek ezt a sorozatot, hanem ez egy olyan igazi, mindennapos dolog, és hál' Istennek árában sem egy olyan veszettül drága dolog, tehát semmiképpen sem kidobott pénz a Tribacos, hanem az egyik legjobb gyártó a PGVG Labs, akivel találkozhattok a Vaper piacon, és végre aroma, nem long filmek, meg egyebek, ennek különösen tudtam örülni, hogy 30 ml 20%-os aromát meg tudsz vásárolni emberi áron. Úgyhogy remélem, hogy tudtam némi segítséget, támpontot nyújtani nektek abban, hogy melyik aromát válasszátok ki, melyik általán leginkább közel hozzátok, de nagyon mellélőni nem tudtok egyikkel sem, mert mindegyikben a minőséget fogjátok megtalálni.
Köszönöm, hogy itt vagytok velem a csatornán, aki nem tette még, iratkozzon föl, mindenképpen érdemes, mert az új feliratkozók között is sorsulunk majd a kleptonfactory.eu oldalról nagyon klassz kis tekeréseket, és hát ne felejtsétek el természetesen a Facebook oldalunkat is megnézni, és ott nyugodtan kommentelgetni, hozzászólni, akár ehhez a videóhoz is, meg a soron következőkhöz is. Nyomjátok meg a csengettyű kis gombocskát, hogy értesítést kapjatok mindig, amikor új videó érkezik a Gözlérparasztra, és keresétek meg a Facebookon, vagy belinkelem ide azt a szavazást, ahol lehet szavazni a kedvenc aromátokra, a kedvenc dohányos aromátokra. Ezt is majd hamarosan kiértékeljük itt a Gözlérparaszton. És a Patreon támogatóknak pedig üzenem, hogy hamarosan érkezik egy nagyobb nyeremény azoknak, akik a csúcs támadást választották. Erről is lesz majd egy bemutató videó hamarosan, hogyha időm engedi. Hát sajnos így a világot kell körbeutaznom fantasztikus ízekkel, úgyhogy nem mindig érek rá, de szeretnék minél több videót készíteni nektek a jövőben. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, gőzöljetek nagyokat, és kerüljétek el a koronavírust, és ameddig a föld kerek, mindig lesznek véperek, ezt pedig soha, de soha a büdös életben ne felejtsétek el.